Nem csak horgáztak Palicson a szabadkai gyerekek, foglalkozásokat is tartottak a számukra. A környezetvédelemről is tanulhattak, és hasznos gyakorlati tudnivalókat is megmutattak nekik, például azt, hogy hogyan kell horgot kötni. A horgászversenyen egyéniben és iskolai csapatokban is indultak résztvevők. Az idén még négyszer voltunk vízen, ez az utolsó alkalom, úgy szoktuk mondani, hogy ez a záró vizsga, mikor a gyerek megmutassák, hogy mit tanultak meg, és mindjárt ebben a rendezvényben megszervezzük azt is, hogy a három iskola egymás közötti versenyt csináljon, tehát egy ilyen elemi iskolák közötti kupa verseny is egyben ez. A rossz idő nem szegte kedvüket a kishorgászoknak, rengeteg pontyot, napkárászt és sügért fogtak a Palicsitóban. A verseny alatt a pecások jól érezték magukat, szívesen fogtak botot. Elengedem magam, megnézem a Damilt, hogy jó-e, meg ilyesmi horgok, meg így, hogy rajta van az ólom, nem esett le véletlenül le, és ennyi. Jakom is a szvígyaim. Jakom ilyen lép, vagy izában van, de fecem. Gratulálok! A verseny végén minden résztvevő oklevelet vehetett át, a legjobb iskola vándorkupát kapott. A legjobbak pedig érmet és serleget is kaptak.